magyar szurkolók létszámát illeti a románokkal szemben. Még az utolsó összekapaszkodás mind a két oldalon, és aztán kezdődhet a 12. világbajnoki ütközete a magyar és a román válogatottnak. Számtalan nagy párharc még a múltban, 2000-ben az Európa-bajnoki elődöntő, amit 25-24-re a magyar válogatott megnyert Bukarestben. Akkor ott olyan jól kezdtünk, hogy az első félidőben még egy áramszünetet is bevetettek a románok valamikor a 20. perc környékén. És talán sokan emlékeznek rá, a magyar válogatott jelenlegi edzője, Siti Bea, zseniálisan játszott azon a mérkőzésen, 9 gólt szerzett, akár csak Farkas Ágnes, aki szintén 9 gólig jutott. Ime a román válogatott kerete, Tolnaival és Ungureanuval, a korábbi Dunaferhálóőrrel a kapuban, a kapusposzton, de a legnagyobb fejtörés természetesen Tadicsnak Krisztina Neagu állapota okozhatja. Ez pedig a magyar együttes immáron kiegészülve Zácsik Szandrával. Aztán ott van a 2008-as olimpiai negyeddöntő, amikor szintén Hajdú János volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és úgy vertük meg őket 34-30-ra, hogy azt megelőzően 9 góllal kikaptunk az oroszoktól, meg 11-jel Koreától, és a románok tulajdonképpen esélyesként várták azt a mérkőzést. Aztán volt olyan szakasz a meccsnek, amikor 8 góllal is vezettünk ellenük. Kovacsics élete egyik nagy meccsét játszotta, 7 gólt szerzett, Ferling is 7 gólig jutott, Vértenorsolya, aki most szintén itt van a válogatottban, 6 gólt szerzett, egyébként is Vértennek általában jól szokott menni a románok ellen. Egy évvel ezelőtt például 7-et lőtt nekik az Európa-bajnokság középdöntőjében. Mindez tehát a múlt. Adriana Nekita, ő is ott volt a pekingi olimpiai mérkőzésen, igaz akkor még Olteanu néven. Egyébként a pekingi csapatokból, a magyar válogatottból 7, a románoktól pedig 4 játékos játszik ezen a világbajnokságon még, tehát nagyjából 5,5 évvel később. A románok kapusa Talida Tolnai is ott volt Pekingben, de őt a magyarok elleni negyeddöntő előtt sérülésre hivatkozva kivették a románok a keretből. Piros mezben a román együttes Ungureanuval a kapuban, a miénknél pedig Kis Éva kezd, előtte Bognár Bódi, Zácsik, Szekeres, Tomori, Triscsuk és Vérten. Neagu természetesen ott van a pályán, Bradeanu irányít, Marina jobb átlövő, Nekita játszik a jobb szélen, Ardean Elisei a bal szélső és Manea a beálló, vagyis az alapcsapat a legerősebb összeállítás a románoknál. Bradeanu élet volna a bejátszás, román szabaddobás lesz. Triscsuk tavaly éppen a románok ellen debütált a magyar válogatottban. Az volt az első fellépése a címeres mezben. Neagu lövése jön ki a kapufáról. Kis Éva tavaly az EB győzelem egyik hőse volt a románok ellen. 44%-kal védett azon a találkozón. Triscsukot és Szekeres cseréjük. Pályán Görbic, beálló poszton pedig Cifra. Tomori. Zácsik. Vérten befutása a balszéről. Cifra próbál meg Zácsiknak zárni. Görbic. Meg tudták őt állítani. Máneárt cserélik Pinteára a románok. Ennyi tehát a változtatás, a támadás és a védekezés között. Bognár Bódi. Görbic. Tomori középen most. Zácsik. Radeanu lökött rajta. Tomori. Marin lerántja. Előkerül a sárgalap. És noha Bradeanut látjuk, de a sárgalap gazdája Marin ezért a mozdulatért. Marin 7 gólt lőtt a Győr elleni két bajnokok ligája mérkőzésen az őszi szezonban. A nagybánya játékosaként Görbic. Ungureanu véd. Általában zajlik egy külön párharc Görbic és Ungureanu között. Ezt az első csatát Ungureanu nyerte Görbic kivédett lövésével. Harmadik perc, 0-0. Görbic. Zácsik ugrik a szaggatottról. És ez hihetetlenül fontos. Zácsik első megoldása rögtön eredményes a világbajnokságon. Hasi fájdalmakkal bajlódott az elmúlt bő egy hét, 10 nap során Zácsik Szandra. Nem lett volna semmi értelme kockáztatni és benevezni őt a korábbi mérkőzésekre. Ardean Elisei.
Ott volt már a 2005-ös világbajnoki ezüstérmes román válogatottban Ardian Elisei. Radeanu. Belülvédekezés miatt hetest kapnak a románok. Tomori ül a földön. Szekeres mögé sikerült bejátszani. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ítélet volt, sőt. A németek ellen 6-7-est rontottak a románok, itt az elsőt belövik, Marin. Ő is kihagyott 2-t. A németek ellen Neago szintén 2-szer hibázott, Nekitának és Bradeanunak volt még egy-egy rossz 7 méterese. Zácsik. Tomori, Görbic. Vérten. Cifrát próbálta játékba hozni Görbic, de meg tudták fogni. Újra bent van Pintel védekezésben, Mané a helyett. Zácsik. Pintel lemaradt. Cifra. Azért is sárga lapot kell adni. Mindegy, a gól végül is bent van. És nyúlt is a zsebéhez az elefántcsontparti játékvezető, de végül is elfelejtette elővenni. Marinnal szemben a szabálytalanság. Bradeanu. Szekeres és Tomori a két hármas védőnk. Marin. Mané befordul. Tadic ezért is 7 méteres szeretne. És megállítják az órát. Lent maradt az egyik román játékos. Marinas. Marinnak volt olyan mérkőzése az idei Bajnokok Ligája sorozatban, amikor 10 gólt szerzett. Ez a Thüringer ellen 20-19-re megnyert mérkőzés volt. Tomorival találkozott. És ez fáj most Marinnak. A magyar szurkolók egy csoportja. Ha sikerül megnyerni ezt a mérkőzést, már biztos, hogy másodiknál rosszabb helyen nem végezhetünk a csoportban. Közben Zácsik jön ki Cifrához, és beszélnek meg valamit. Marin pedig meggyógyították. Tadiccsal nyerték 2005-ben a világbajnoki ezüstérmet a románok. És a 2008-as olimpia után követte őt Radu Vojna a kapitányi poszton. Ardian Elisei. Marin. Ardian Elisei benn is maradt a falban. Marin. Megtalálták ugyan Ardian Eliseit. Tomori pedig jobbnak látja, a sarkon fordul és elmegy onnan. Nem bonyolódik vitába a játékvezetővel. Ezért is 7 méterest adtak. Marin. Kisév, aki védi. És Vértené, aki pattanó. Öt perc után az első bravúr a magyar kapustól. Hozzáteszem, hogy nagyon rossz helyre nem lőtte a mi szempontunkból Marin ezt a hetest. Zácsik. Bognár Bódi. Görbic. És ezúttal nem Pintel van bent védekezésben. Tomorit vadázták le. És 2 perces kiállítást kap Marin. Emberelőnybe kerülünk 2-1-es vezetésnél. Most Takalie védekezik a román csapatban. Miközben Marin a frizuráját igazgatja. Cifra, Görbic, Zácsik. Tomori. Zácsik indul. Tomori. Neago azt remélte, hogy belemenést ítélnek Tomori ellen. Zácsik. Neago játszott az ősszel a Ferencváros ellen a Bajnokok Ligájában a Buducnosztal. Zácsik! Már a második gólja. 3-1. A
A kezdés jó. Egy évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon 5-2-vel nyitottak a románok, és akkor már a 8. percben időt kellett kérnie Kárderik Bőnnek, de akkor az időkérés megtette a hatását. Elveszik a labdát Máneától. Úgy tűnik egyelőre a románok idegesebbek. Görbic. És emberelőnyben támadhatunk a 3 gólos vezetésért. Zácsik. Ezt most ellene ítélik, támadó szabálytalanság. Neagu. 40 másodperc még a kiállításból. Pradeanu, Manea. Benn maradt át a beálló, még ember hátrányban is. Nikita, Tomori piszkál vele. Nagyon lassan és ötlettelenül támadtak a németek ellen a románok. Ez viszont egy remek passz volt Maneának, de a kapufa segít nekünk. Görbic. Maneát hordja le a sárga földig Tadic. Zácsik tovább. Áj, és ez így eladott labda sajnos. Kiegészült a román csapat. És Marin helyett Takalia megy támadni. Ő a jobb átlövő most. Radeanu. Radeanu már a 99-es világbajnokságon játszott. És pályára lépett a Sydney olimpián. A magyar válogatott ellen, igaz, akkor még Stojka néven. Ez nem volt semmi. Tomorit figyelmeztetik, hogy ne dobálja magát. Hagyja ezt a látványos hanyattesést. Manea. Neagu. Takalie. Neagu. Lekerül a szélre Nikitához, de Kiséva kivédi. És ott az iménti szabálytalanságért kap Cipra egy sárga lapot, amit Neaguval szemben követett el. Az eddigi mérkőzéseken rendre problémánk volt a védekezéssel az első fél időben. Bradeanu, most anélkül, hogy bármit is elkiabálnánk, rögzítsük a tényt, 9 perc alatt egyetlen gólt kaptunk. És ne felejtsük el, hogy azt is 7 méteresből. Nikita! Vonalon volt a lába, a gól érvénytelen. Görbic. Még mindig 3-1, de reméljük már nem sokáig. Tomori. Cifra. Zácsik. Fölállunk. Nem kell kapkodni. Görbic. Bognár Bódi. Befut ő is a jobb szélről. Görbic. Bradeanu szerez labdát. 7 évet játszott Bradeanu Győrben. Nem kell neki Görbicet bemutatni, meg még jó néhány játékost a magyar csapatból, ez így lépéshiba. Rettentő bizonytalan volt Takaliev. Zácsik. Van egy újabb labdánk a 4-1-hez. És ezzel most már jó lenne élni. Görbic. Megvan még, nincs meg. De kár érte. Odaadtuk most kétszer egymás után a labdát a románoknak. Bradeanu, Takaliev, Nikita. Most cserélnek a románok, ráadásul 2-t. Manea megy beállóba. És Pirvoc a jobb átlövő pozícióban. Keresgéli nagyon a csapatát. Tadic, Manea! Nem tudta belőni. Alig ha nem, élénken él az emlékezetükben az a tavalyi, az egy évvel ezelőtti EB meccs, amikor nem tudtak Kisévával mit kezdeni. Görbic. A németek ellen mindössze 9 mezőnyjátékossal játszottak. Ó, Zácsik! Na itt a negyedik! Végül is ez akkora gól volt, hogy megérte várni rá, és Tadic időt kér.
Pontosan ellentétesen alakul az eredmény, mint az EB mérkőzésen tavaly. Azt akartam mondani, hogy a németek ellen 9 mezőnyjátékossal játszottak a románok, de közülük alig 4 percet töltött csak Pinte a pályán, akkor tehát nem nagyon kevergette a lapokat György Tadic. Radeanu, Arda Nelisse és Nekita végig játszotta a 60 percet, és Marin is 48 percig pályán volt. Sajnos én továbbra sem hallom az edzői utasításokat. Remélem a kedves nézők, igen. A mieink már fölálltak a védekezéshez. Teljesen egyértelmű az eredmény alakulásából, meg a játék képéből, hogy most azért a román oldalon van több megbeszélni való. Az előző VB-n csak 13. lett a román válogatott, ami minden idők második leggyengébb világbajnoki szereplése Romániában. És egy éve az EB sem sikerült nekik, mert csak 10. lettek. Maneát kellett visszarendelni. Most tehát Marin és Takalie után Pirvuc a jobb átlövőjük. Egyébként is eddig is komoly problémát jelentett azért nekik, hogy nem volt balkezes játékosuk. Most ezt a problémát akarja megoldani Pirvuccal György Tadic. Bradeanu. Neago ugrik. Szekeres nyúlt oda. Figyelni ezekkel a mozdulatokkal. Neago. Pirvuc. Most emelik a bírók a kezüket. Radeanu. Gyönyörű blokk volt. Triscsuk. Teljes a bizonytalanság. Mármint a román támadó játékban. Pirvuc. Újabb blokk. És ezzel még inkább el lehet lopni tőlük az önbizalmat. Bradeanu. Kié lesz a labda, még a románoké. Természetesen a passzív jelzés továbbra is él. Neagónak készítik elő, és most a kapufáról bepattan. Tényleg a végletekig kijátszották ezt a támadásukat. Alig, hanem 2 másodperc múlva már elvették volna tőlük a labdát. 4-2. Tomori. Belenyúlt Bradeanu. Görvic. Takalie rángatta meg. Minden különösebb figyelmeztetés nélkül. Görvic. Most viszont már előkerül a sárga lap. Görvic. Tomorinak hagyja ott. Blokk. Ungureanu viszont nem érte el a labdát. Támadhatunk tovább. Ezúttal Bradeanu gyűjtötte be a gratuláló pacsit a jó védőmunka miatt. Zácsik. Görvic. Pinteár találta el, de a labda Bognár Bódié lett a jobb szélen. Vérten indul el a bal oldalról. Görvic. Zácsik. Ez most fölé ment. Nincs semmi gond. Tegyük a dolgunkat védekezésben. Bradeanu, Neagu. Pirvuc, ez belemenés. Nem volt hely Vérten és Szekeres között. Akkora meg pláne nem, hogy Pirvuc elférjen. Abszolút kényszer megoldás Tadictól. És itt lehet látni a képernyő alján, hogy a román kapitány folyamatosan adja is az instrukciókat Pirvucnak. Az a kényszer megoldás, hogy ő játszik jobb átlövőt. Az ott nem volt szabályos. Majd, hogy nem leállnak vitatkozni Pinteával a játékvezetők. Tomori, Görvic.
Omori. Hetes. Na, akkor dühötten pattam föl. Végül is ebből a szempontból következetesek, mert adtak hetest hasonlóért a másik oldalon is. No, és akkor jöhet egy 7 méteres Görbic és Ungureanu között. Mindig külön készülnek egymásból. Görbic! 5-2! És túl vagyunk az első 15 percen. Ardán Elisei. Annak idején, amikor 2005-ben, ez az ő gólja, Görbicet választották a világ legjobb játékosának, akkor azon a választáson Ardán Elisei végzett mögötte a második helyen. Tagja volt a 2005-ös világbajnokság All-Star csapatának, a románok bal szélsője. Werther. Görbic jön ki a bal szélre. Tomori. Radeanu mehet. Takalie, Nekita, Takalie. 5-4. Most vigyázzunk, mert sok az eladott labda. És tulajdonképpen megint egy olyan helyzetben, amikor nem az ellenfél kényszerítette ki belőlünk. Zácsik. Tomori. Zácsik. Görbic. Egyelőre a széleket nem nagyon tudjuk használni. Tovább engedik. Hőha. Ardian Elisei. Pintea. Takaliev. Jól van, most már Görbic is visszaért. Legalább azt elkerültük, hogy gyors gól dobjanak a románok. 17. perc, 5-4 ide. És most Csucsulete játszik a beálló poszton náluk. Sokkal többet variált Tadic, mint a németek ellen. Azt mondta, vállalja a felelősséget azért a vereségért. Azt a meccset ő bukta el. Ezt a lövést meg kiséva védte, de a kipattanó Ardán Elisei. Neagu. 5-2 után egyenlítési lehetősége van a román csapatnak, Radeanu azonban nem tud kiegyenlíteni. Kapott egyet. A 14. nagy tornáján játszik már Radeanu, ami rekord Romániában, és összességében harmadik a válogatottsági örök rangsorban, hazájában. Bognár Bódi, Zácsik, Ungureanu, megálltunk 5 gólnál. Tulajdonképpen 4-1 óta, vagyis az elmúlt 7 percben csak azt a Görbic féle hetest lőttük. Lehozza Tadic Neagut. És 93-assal Eliza Bucseski balátlövő poszton. Pirvut. Radeanu. Kis Éva beleér. De hárítani nem tud. Egál a 19. perc kezdetén. Radeanu is megszerezte az első gólját. Görbic. Tomori. Nem tudom, az alapvonali játékvezető mit nézett. Ő már elindult volna előre, hogy támadjanak a románok. A kolléga meg kiállítja 2 percet Takaliét. Talán nem kell külön ecsetelnem, hogy mi melyik álláspontot támogatjuk inkább. Volt Marinnak egy kiállítása, most Takalié az újabb. Zácsik, Tomori. Telibe találta Ungureanut, a kipattanó Bognár Bódié. Tomorinak is kellene javulnia egy picit. Görbic. Zácsik,
Le a szélre. Vérten. Picit statikus ez a támadás most, Tomori. Ők nem fognak kapkodni. Ungureanu borzasztó lassan hozta vissza a labdát. Teljesen egyértelmű volt, hogy inkább a másik oldal felé kellett volna indulnia, mert ott volt a labda a kapu mögött. Hát ezzel is nyert néhány másodpercet. Bucseski. Bucseski édesapja. Annak idején játszott Cegléden és Ózdor is. Kostika Bucseski a nagybánya edzője manapság. Pirvoc. Nem tudta kibillenteni Vértent. Bradeanu. Jó sánc munka. Vigyázzunk, Cifra. Hihetetlenül kevés gól, 10 perc van a félidőből, és 5-5, az belemenés. Tadic szerint természetesen belülvédekezés volt. Szokásos stílusában vágja le a hisztit Tadic, és próbál kommunikálni az IHF delegátussal, Leon Kalinnal. Bulat a pályán Tomori helyett. Jobb átlövő poszton. Néhány másodperc még van az ember előnyből. Zácsik. Visszarántották. Vérten. Nagyon megállt a támadó játékunk. Most már 10 perce. Csak az a Görbic 7-es, amit lőttünk. És most igazán ezzel az ember előnnyel sem tudtunk élni. Bradeanu. Most Bulat és Cifra védekezik középen. Ez is belemenés. Pirvoc. Azért látszik rajta, hogy nem nagyon érzi ezt a posztot. Vérten. Muszáj gólt lőni. Tudom, hogy könnyű ezt mondani, de valahogy el kellene indulni megint. Görbic, mint ahogy ő elindult. Bravo, Anita! És kitől várjuk ebben a nehéz helyzetben a segítséget, hogy támogatja a csapatot egy góllal, hanem tőle. Adjan Elisej. Cifra fogta meg. Pirvoc. Kiesik a labda Bradeanu kezéből. Tovább engedték. Nekita. Görbic védekezik a bal szélen, Vérten nyúl közbe. Pirvoc, Bucseski. Még a románoké lesz. Nem sokat játszott ebben a szerkezetben, ebben a felállásban a román csapat. Manea. Most két beállóval, és egy Manea góllal. Talán Tadic is úgy érezte, hogy nincs kreativitás így a támadó játékban, és ezzel a két beállós játékkal ezzel most meg tudta lepni a mieinket. 6-6. Vérten. Bulat, Görbic. Görbic. Elég kemény szabálytalanság volt. Persze arra nem számíthatunk, hogy Pintea vagy Takelie nagyon finomkodni fog. Nem is ez a dolguk persze. Zácsik. Ungureanu. Az indítás pedig Nekitáé. Oda piszkál Bulat, és a labda a miénk. Elkapkodták. És ez nekünk persze nagyon nem baj. Szucsánszki érkezik. Görbic helyett. Bulat a jobb átlövő, marad Zácsik bal átlövő poszton. Bradeanu lép föl, Zácsik elé. Szucsánszki. Az ott szabálytalan. Pintea. Most még ők sem reklamálnak. Bulat. Jaj. Bradeanu indít.
és annyira jó, hogy Bradeanu éppen Pinteát választotta, aki azért finoman szólva sem egy labdazsonglőr. Vérten, 7-es és 2 perc. Úgy is van. Takaliének kell kimenni. Már másodszor a mai mérkőzésen. Kapus cserél Románia, Ungureanu helyett Tolnai megy. Vérten pedig még mindig pájlalja, amit kapott. Nem csodálom. Görbic. Gól. 7-6. Vértent nézegetik itt a kispadnál. Reméljük, nincs komolyabb probléma. Reméljük, hogy semmilyen probléma nincsen. És így most Szucsánszki védekezik a bal szélen. Csocsoléte. Megint emberelőny. Bucseski. Bradeanu. Bucseski. Bradeanu, az nagyon messze van a blokkról Kisévához. És itt az esély, hogy megint 2 góllal vezethessünk. Ráadásul létszámfölényben támadunk. Vérten rendben van. Már megy is a bal szélre. Szucsánszki. Zácsik. Bulat. Belenyúlt Dardán Elisze és róla ment ki. Bulat bátortalan volt. Talán úgy nézett ki, hogy akár be is mehetett volna vele. Vérten. Helyet cserél Szucsánszki és Zácsik. Gyönyörű, Zácsik! 8-6! Cifra elvitte a védőt, és ezzel megnyílt a terület Zácsik előtt. Jól van, sikerült újítani. 6-6 után 8-6. És ugye 6-6-nál volt labdájuk a románoknak. De ki emlékszik már arra, és ki foglalkozik már ezzel egyáltalán. Csocsoléte. Árdián Elisej. Bucseski. Szekeres állítja meg Nekita. Új ember Periano a románoknál bal átlövőben. Most egészülnek ki. Megy Bradeanu. Kiséva. Milyeneket szokott reggelizni? Periano próbálkozott. Zácsik. Bulat. Zácsik. Szucsánszki. Cifra zár előtte. 3,5 perc van az első fél időből. Ugye hallják. Szucsánszki. Vérten. Szucsánszki talpról, pont középre. Ungureanu indít, ráadásul pontosan Árdián Elisej. Ó, kiséva! Igen, igen, igen! 40% fölött mind a két kapus, de kiséva 50 közelében. Őt élteti a magyar kórus. Vérten. Bulat. Vezettünk már 3-mal, és az olyan jó érzés volt. Én úgy emlékszem rá. Nézzük meg még egyszer, hogy milyen az. Zácsik. Cifráról majd leszedi a mezt Pinteá. Bulat. Gól! De mekkora! Egy szokásos bulatféle test melletti lövés. Ugye mennyivel szebb ez? 6-6-ról 9-6. 2 perc a fél időből. Periano. Árdián Elisej. Az nagyon rossz lövés volt Periánótól. Messzire ment a labda, megállítják az órát. Most persze megállítják. Bulat.
Zácsik. És a második félidőt majd a magyar válogatott kezdi. Szucsánszki. Zácsik. Vele nyúlt Nekita. 3-2 ellen. Nekita. Nincs gond. Összetalálkoztak Kisévával. Kiséva azonnal fölpattant, Nekita meg egyből mutatta, hogy nincs gond. Háj, aminek viszont nem örülünk, hogy ez akár 10-6 is lehetett volna. Ez volt az az Ácsik féle passz, amiből aztán indulni tudott a román csapat. Nekitát még mindig ápolják. Egy perc, 21 másodperc. Nekitának semmi baja. Bognár Bódi. Egy éve az Európa-bajnokságon a szélsőink nagyon jól muzsikáltak. Bulat, kapufa. Ki a kipattanó? Ungureanu. Ma viszont egyelőre a szélsőinket nem nagyon tudjuk használni. Az utolsó perc az első félidőben. Visszatér Neagu, Bradeanu pedig kap egy kis pihenőt. Bucseski most a jobb átlövő posztján. Már a negyedik ember, aki ebben a pozícióban játszik ma a román együttesben. Neagu bepattan. 9-8. Szucsánszki, 20 másodperc. Zácsik. Nincs időkérés. Szucsánszki, 7-es. Ráadásul ez így időn túli 7-es lesz. Megy Görbic, és most marad Ungureanu a kapuban. Görbic harmadik hetese. Igen! Kapott egy fricskát Ungureanu. És mindez azt jelenti, kedves nézők, hogy 30 percnyi játék után a magyar válogatott 10-8-ra vezet Románia ellen a világbajnokság negyedik mérkőzésén. És abban, ahogy összenéztek, és ahogy összegrimaszoltak a hetes után, abban azért nagyon sok minden benne volt. Kiklőtt 4-et, és Görbic ugyanúgy 4-et. Tomorinak és Bulatnak van még 1-1 gólja. Így jön össze a 10 gólunk, a másik oldalon Neagu 2 góllal a legjobb a román csapat van. De azt hiszem, hogy ez csak a gólok számát tekintve jelenti a legjobb minőséget. Bradeanu 5 lövés, 1 gól, Nekitának van, Takaliének van, Marinnak, Ardian Eliseinek és Máneának 1-1 gólja. A magyar csapat kezdi a második félidőt, természetesen marad Kiséva a kapuban. Bognár Bódi, Tomori Görbic, Cifra, Bulat és Vérten. Így kezdjük a második félidőt. Tomori. Reméljük, hogy ez a 15 perces szünet neki is jót tett, és az ő játékára is jó hatással lesz. Tőle is kell, hogy reméljünk még gólokat. Görbic. Pintás, Bradeanu a két hármas védője a román csapatnak. Görbic. Bulat. Passzív jelzés. Görbic. Nekita lefülelte. Ravasz dolog lett volna így kilőni Vértennek. Ardian Elisei. Bradeanu. Nem adják meg. Marad a 10-8.
Hiába örülnek a románok, amit most ott az elefántcsontparti játékvezető a román szurkolóktól kap. Mané megy támadni. Mindez tehát azt jelenti, hogy megint együtt Mané és Csücsöléte. Volt már, hogy ilyen felállásból az első fél időben gólt dobtak. Ott a két beálló, Bradeanu. Periano. Ardian Elisei kifelé verné meg Bognár Bódit. Ez most megint érdekes volt, mert az alaponali játékvezető úgy félszegen már mutogatott a hetesre. Periano. Nikita. Most megadják. Görbicnek el is magyarázza a játékvezető, hogy szerinte miért. Repült Tomori is, Nikita is. Fogjuk rá. Neagu lövi a hetest. Marin kettőből egyet lőtt be. Neagu. 10-9. Neagu harmadik gólja. 4, illetve 3 gólt szerzett a Ferencváros elleni két bajnokok ligája mérkőzésen az ősszel a Budućnostban Neagu. Ő volt 2010-ben a világ legjobb játékosa. Akkor az EB gólkirálya és az EB All-Star csapattagja is. Tomori. Visszakapja Görbictől. Görbic! 11-9. Görbic 5-nél tart. Periano. Erden Elisei visszakocog ide a bal szélre. Csücsöléte. Mánea már megy a második beálló pozícióba. Blokk. Nyúlt még kiséve a labda után, de sajnos nem tudott hozzányúlni. Mánea. Periano. Erden Elisei. Bradeanu. Bele az előtte álló magyar játékosba. Könnyen lehet tehát, hogy valóban ebben bízik Bradeanu jobb átlövőként való szerepeltetésében Tadic. Nincs gól, van viszont 7 méteres. És van egy sárgalap Vértennek. Magyar oldalon ez a második sárgalap. Herror Solya jön a 7 méteresre. Újra Neagu. Kapufa! És a kipattanó Bulat! Ó, azt mutatják, hogy rálépett a vonalra, vagy belépett Bulat. És így visszakapják a labdát a románok. Bradeanu. Periano. Csücsöléte. Tomorival ütközött Bradeanu. Tomori elismeri. 5 perce tart a második félidő, 1-1 gól. Bradeanu, az belemenés. Beleugrott 2 magyarba. Görbic lövi föl, Vérten. Kiséva visszaáll a kapuba. Görbic elindul. Bulat. Tomori, megvan még a labda. Többször is vezettünk 3 góllal az első fél időben. Tomori. Bognár Bódi. Görbic megy le a sarokba. Most van nála a labda, Vérten. Lassan föl fogják tenni a kezüket. Periano. Hatalmasat taszított Bulaton.
Feriano kapott sárgát. Tomori. Bulat. Az igen! 12-9. Bulat második gólja. A 75. válogatottság alkalmával. Feriano. Kiharcol egy 7 méterest. Komoly fizikai erővel megáldva Periano. Elhangzott már a korábbi közvetítések alkalmával. Román sajtóhírek szerint a Győr figyeli Periano játékát. Bocseski és Herr. Bocseski nyeri a párharcot. 12-10. Bocseski végigjárta a román korosztályos válogatottakat. Tavaly a junior világbajnokságon 5. lett a góllövő listán, amikor Klivinyi Kinga volt a gól királynő azon a tornán. Vérten Bognár Bódi befut a jobb szélről. Görbic, Bulat, Marin. És Marin aztán megmagyarázza, hogy szerinte a szabályok ilyesmire lehetőséget adnak. Bulat, Görbic, Arden Elisej. Tomori hátra. Passzív jelzésnél kell támadnunk. Görbic, Görbic! Hatodszor! 13-10! Tartjuk ezt a 2-3 gólos vezetést. Csocsolete. Ungureanu nem parádézik a kapuban. Megtalálták Máneát, és így aztán gyorsan válaszolnak. De hát azt mondtuk már a fél idő lefújásakor, hogy azzal a 2 góllal kiegyezünk a végén is, ha úgy alakul. Tavaly az EB meccsen szintén 2-vel vezettünk a szünetben. Tomori. Bognár Bódi. Abdián Elisej. Nem is nagyon akarta elengedni. Bulat. Görbic megint a sarokban. Vérten. Most Görbic. Bulat. Há, Ungureanu most a kapufára tudta tolni. Marin. Most ő van fönt bal átlövőben, és Periano ül a padon. Marin. Lépéshiba. Tomori pedig indít. Vértené a passz, visszafújják. Igen, csak a kérdés az, hogy mikor. Rendkívül határozatlan a két játékvezető. Bulat. Tomori. Cifrát rángatják, Tomorit is rángatják. Sima szabad dobás. Tessék nézni, hát túljutott már az emberén Tomori. Hátulról lerántották. Bulat, Vérten, gól! 14-11. Vérten első gólja. Az első lövésből. Marin. És ez a baj, hogy most rendre azonnal tudnak felelni. Bulatról lőtte a gólt Marin. Most nem tudjuk izzasztani, nem tudjuk fárasztani őket a védekezésünkkel. Tomori. Szabad dobás.
Hát... Na jó, Tomori. Görbic. Cifrán löktek egyet. Az indítás pedig Tomori lehalásza. Jó van, Zsuzsi. Bulat súg valamit Görbicnek. Hát ha az a következő gólunk receptje. Bulat. Vérten. Tomori. Megint löktek rajta két kézzel, és itt most már végre jön a két perces kiállítás. Periano. Görbic és Ungureanu. Ungureanu kivédte. Most túljárt Anita eszén. Még a világbajnokság előtt a franciaországi nemzetközi tornán, a felkészülési tornán összeszedett egy csípősérülést Ungureanu. De rendbe hozták a világbajnokság rajtjára. Marin. Adrian Elisei. Ember hátrányban vannak. Engedjük el. Csücsöletének kell szerelést igazítani. És törlés. Marin kezében a labda, Tomori mellette. Előre lépünk egészen a szaggatottig. Marin. Marin próbálja kifelé vinni. Szabad dobás. 50 másodperc még a kiállításból. Marin. Gól. Radeanu lőtte. Ember hátrányból ráadásul. Radeanu második gólja. De fél percig még egyel több magyar játékos a pályán. Bognár Bódi, Ungureanu. Kezdik hergelni magukat a románok. Ungureanu most rövid időn belül a második védést mutatta be. Bognár Bódi nem tudta a rövid oldalra eltenni Ungureanu mellett. Hozzátéve, hogy nem volt igazán jó a helyzet. Marin. Románia kiegészül. Neagu kocog föl. Nikita. Kiegyenlítenek. 14-14. Négy perc alatt lett 14-14. Visszajön Zácsik. Vérten. Radeanu lép följebb. Megnyitják a védekezést. Görbic, Tomori, Zácsik, lépéshiba. Nem vezettek még a románok a mérkőzésen egyetlen egy pillanatig sem. 6-6-nál volt egyenlő. De ezzel nem az ördögöt akarom a falra festeni. Marin irányít. Radeanu továbbra is jobb átlövőben. Neagu, Adrian Elisei. Neagunak készítenek elő. Radeanu nagyon mellé lőtte. Túl vagyunk a második félidő felén. Csücsöléte tartotta meg Görbicet. Zácsik. Tomori.
Görbic mutatja, hogy milyen játék jön. Cifra elfoglalja a helyét az egyes és a kettes védő között. Zácsik. Vérten. Görbic. Csücsölete tartja szemmel Görbicet, és el is veszi tőle a labdát. 3-1-ben viszik Csücsölete. Kis Éva! És a kipattanó. Tomori oda piszkált, jól van, ezzel meghiúsította, hogy Árdián Elisei összeszedje, és esetleg ő is kapura lőhessen. Nagyon kellett ez a Kis Éva védés. Nyolcra vezettünk a félidőben. A második játékrész egyelőre 6-4 a románoknak. Manea. Árdián Elisei. Neagu. Manea befordul. Hetes. És Zácsik sárga. A sárga még benne volt a zsebben. Cucsánszki melegít a magyar pad mögött. Kis Éva most marad. Bucseszki. ...15-14... Először vezet Románia a mérkőzésen. 13 perc van hátra, és Hajdú János időt kér. 4-0-ás sorozatban a románok. Nagyon úgy tűnik, hogy Tadic megtalálta a számára kedvező formációt ezzel a két beállós játékkal és Bradeanuval jobb átlövőben. ...15-14 oda. Cucsánszki megy irányítani. Bognár Bódi, Tomori, Cifra, Zácsik és Vérten még a magyar együttesben. Nagyon gyorsan eltüntették ezt a három gólos hátrányukat a románok. Cucsánszki. Tomori. Zácsik. A románok belemenést láttak, kell mondani. Tehát a ferencvárosi sor fönt. Tomori! 15-15. Tomori két gólnál. És megint Cucsánszkit figyelmeztetik, hogy ne dobálja magát. Korábbi mérkőzésen volt erre példa. Most Marin megy jobb átlövőbe. Bradeanu kap egy kis pihenőt. Tartok tőle, hogy ez nem fog nagyon sokáig tartani. Árdián Elisei. Marad Csücsölete és Manea a falban. Neagu, nagy gól. Majdnem akkora, mint Tomorié volt a másik oldalon. Neagu 4-nél tart. Szenvedett ő is a németek ellen, akkor 14 lövésből hozott össze 4 gólt, ma 7-ből van neki 4. Bognár Bódi. Ő a kakukk tojás a ferencvárosi sorban. Tomorira kijönnek emberfogással, Csücsölete. Mit tudunk erre reagálni? Zácsik, kapufa! 2 perces kiállítás, Nikita! Hú. Kétség kívül Nikita belül állt. Megkaptuk a hetest.
Görbic újra. Az előbb kimaradt. Most nem! Görbic 7 gólos ezzel. Angorján a jobb lába mellett. 20. perc, és emberelőnyben játszunk. Csocsolete. Természetesen ember hátrányban nincs két beálló, kisév a véd. Ez is 2 perc. Kétkezes lökést mutatnak Szucsánszkinál. Hát akkor eddig tartott az emberelőnyünk. Ez az első magyar kiállítás. Marin. Neagu. Marin nem lőtt. Neagu sem. Marin viszi tovább. Kiséva. Pörvuc lőtt. A jobb széről. Hihetetlenül fontos védés. Hozzáteszem, lent is állt már Pörvuc, de azt nem jelezték. Vissza kéne venni az előnyt. Zácsik, Tomori. Elindul Bognár Bódi. Vérten. Görbic. Tomori. Passzív. Görbic menne tovább. Zácsik ugrik. Az is teljesen érthető természetesen, ha Zácsiknál fogy az erő. És lesz majd bő fél perc, amikor ők játszanak létszámfölényben. 89-essel Laura Kiper érkezik. Neagu. Menet közben nevezték be. Neagu mellé lőtte. Nem is kevéssel. Tomori. Igen, Zácsikot le is ülteti Hajdú János. Újra Bulat fönn. Az ember hátrányból pedig már csak 10 másodperc van. Tomori. Bulat. Megint itt van a labda a kézben, hogy 17-16 legyen nekünk. Bulat. Érkezik Cifra. Pintál lökött nagyot Bulaton. Görbic. Egy helycsere Tomorival. Tomori érkezik, Tomori helyzetben. Megint csak sima szabad dobást adnak. Hát ez elképesztő. Bulat. Görbic. Bulat. Az 52. perc vége. És fönn a bírók keze. Görbic, valamit tenni kell, lerántották. Bradeanu volt az. Görbic érdeklődik is a játékvezetőnél, hogy szabad-e ilyet. Tomori, Görbic. Ráadásul távol a labdától. Neagu taszított rajta hatalmasat. Hát nem beszélgetni kell, hát nem beszélgetni kell, hanem szankcionálni. Tomori, kapufa. Tomori megy a kipattanóért, de az Kiper élet végül. Ardian Elisei. Bulat mellett viszi tovább, gól. Kiper lőtte, 17-16 Romániának. Most Bulat jön le, és visszamegy Görbic. Tehát együtt a pályán a Szucsánszki-Görbic páros.
Tomori. Szucsánszki. Tomori. Pintea. Az a baj, hogy 6 gólt lőttünk a második fél időben. Tomori. Ungureanu. Az a kivédett 7-es, az nagyon jót tett Ungureanu lelkének. És most már Ungureanu áll 38%-os mutatón. Kisév a 30-nál. Manea. Csucsuléte. Neagu. Kiesik a labda kiperkezéből. Visszateszi Neagunak. Még nincs passzív jelzés. Mire várnak? Ardian Elisei szedi össze, és be is lövi. Először vezet Románia 2-vel. És nincs már hátra 6 perc. Tomori most átmegy a bal átlövő posztra. Szucsánszki jobb átlövőként. Csucsuléte. Dörbic, nagy passz, Cifra, Ungureanu. Meggyőződésem, hogy az a kivédett 7-es, az billentette át Ungureanut. Manea. Tadic pedig időt kér. Igen, ez kulcsfontosságú támadás lesz. Mert az lelkileg nagyon sokat érhet nekik, ha el tudnak menni 3-mal, 5 perccel a vége előtt. Tizenegy volt ide, és azóta 14 perc alatt 2 gólt tudtunk lőni. Érdekesség, hogy tavaly az Európa-bajnokságon ők lőttek 2-t az utolsó 16 percben összesen. De menni kell tovább, és hinni kell abban, borzasztó sok idő még ez az 5-11. De a kiinduló lépés az az, hogy most ezt a támadást ki kell védekezni. Csucsuléte. Ardian Elisei. Neagu, jó bejátszás. Kapufa! De 7-est adnak. Kiséva kinéz, hogy lesz-e csere vagy nem. Végül is volt egy lökés benne. Kiper lövi. Kiséva! Ó, bepattant. Hát ilyet. -3. Triscsuk támadásban. Egy újabb variáció. Görbic. Liscsuk. Még a miénk. Szucsánszki. Görbic. Szucsánszki. Nem jó Triscsuk pattintott átadása. És ez most már egyre nagyobb baj. Addig-addig forgatta a csapatát Tadic.
amíg Újpest hogy megtalálta a megoldást. Kettővel van több eladott labdánk, mint a románoknak. Neagu. Erdélyen Elisej, 20-16. Magyar időkérés. 3 perc 11. Figyelj, hely! Lőni kültelek be! Lőjetek! Hát nincs kapuda lövédjenek! Eladjuk a megbejött utolsó balot! Figyelj, Szani visszajössz a visszük helyet! Körben, Zizi marad, kimegyünk 4-2-zni! Hát most már extrát kell játszani. Az arányokkal van egy kis bibi. Gondoljunk bele, lőttünk majdnem 27 perc alatt 6 gólt a második félidőben. Most meg le kéne dolgozni 4-et 3-13 alatt. Visszament Zácsik. Nála a labda. Görbic. Szucsánszki. Görbictől elveszik lépéshiba miatt. A 41. percben vezettünk 14-11-re. 17 perc alatt 2 gól. Vértem. Na, most még egy. 20-17. És itt most nem kellett vergődnünk a felállt védelem ellen. Tadic időkérés. Neagu vitatkozik Kiperrel. Ez nekünk nem baj, de még mindig messze vannak. Tadic azt mondta, ma javítani fogják a németek elleni kisiklást. Sajnos jó úton járnak e felé. Ardian Elisej. Bradeanu. Változtatunk a védekezésünkön. Máneának fáj a keze, kevesebb mint 2 perc. Neagu. Ardian Elisej. Ölik az időt. És minden eltelt másodperccel közelebb is jutnak a győzelemhez. Ráadásul kiállítják 2 perce Szekerest. Azt hiszem, lassan nem lesz, miben reménykednünk. Lerántotta a mezénél fogva. Neagu. Nincs még passzív. Bradeanu.
21-17. Hát nem tudom, ha valaki azt mondja a mérkőzés előtt, hogy 21 gólt kapunk 59 perc alatt, de nem fogunk nyerni. Ki hitte volna el? Szucsánszki. Zácsik. Hajdú János. Hát most lesz feladat. Mert majd ebből a lelki állapotból kell neki menni a holnapi németek elleni csatának. Ardian Elisei. Neagu. Szucsánszki. 8 másodperc. Menjünk még. Zácsik. Szucsánszki. Vérten. Ongoreanu ezt is kivédte. Hát ez az utolsó néhány másodperc is. Egyfajta.